Néhány perccel ezelőtt az e-sportról beszéltünk, most meg a jégsportról fogunk beszélni, mert hogy Nyíregyházan is hál' Istennek van most már jégpálya, Szabó Lajosné pedig a vendégünk, ki végigkísérte ugye az építkezést, nagyon örült annak, amikor megvalósult ez a létesítmény, és azóta is ott vagy szinte folyamatosan. Nem tudunk úgy kimenni, hogy ne lennél ott, és ne felügyelnéd az ott folyó munkát, vagy most már a szórakozást, mert a munka nagy része azért véget ért. Milyen a fogadtatás? Ugye elkezdődött a korcsolya szezon. Nagyon várták már a városlakók, az elmúlt hetekben már rengeteg olyan e-mailt, levelet, telefont, mindent kaptunk, amiben a városlakók már sokat érdeklődtek a jégpálya nyitásáról. A megnyitás is nagy örömet okozott mindenkinek, és úgy a városlakók, mint az iskolák is rengeteget használják most már a jégpályát. Ugye hétvégén van gondolom a nagy üzem, olyankor este 9-ig lehet a pályára menni, ha jól Szombaton és vasárnap este 9 óráig van nyitva a pálya, hétköznapokon pedig este 7-től fél 9-ig a nagy közönségnek. Mi történik akkor, ha valaki úgy megy oda, hogy életében nem járt még jégen, de szeretne megtanulni korcsolyázni? Elesik. Hát igen. De mondjuk azt mondja, neki kellene egy szakoktató. Tudtok ebben segíteni? Igen. A napközbeni iskolai korcsolyáztatási időben is van oktatónk, tehát az iskolák is bátran jöhetnek úgy, és kérhetik is a jelentkezéskor, hogy oktatást kérnek a gyerekek számára. Napközben is van ott oktatónk, és a délutáni órákban, ugye délután 3:45-től 3:47-ig edzések vannak, tehát akkor az egyesületi edzések. Este 7 órától pedig, amikor már csak a közönség van, olyankor nincs oktatás, de külön kérésre természetesen ilyet is tudunk biztosítani. Mi a tapasztalat? Ugye te benne vagy ebben a szakmában évek óta. Mondjuk mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki minimálisan, nem azt mondom, hogy koszorúzni, csak hogy minimálisan tudjon már haladni a korcsolyával? Az ügyesebb gyerekek átlagosan egy hónap alatt megtanulják. Tehát egy hónap után már viszonylagos biztonsággal mozognak a jégen. Ahhoz, hogy valaki esetlegesen versenyzői szintre eljusson, a mi korcsoportjainkba, ugye 8-10-12 éves korcsoportba, ahhoz egy olyan 2-3 hónap szükségeltetik. De akkor 2-3 hónap után már tud háttal menni, már mindent tud? Igen, aha. Igen. Az ügyesebb gyerekek, természetesen ezt mi nem tudjuk garantálni, de az ügyesebb gyerekek az edzőink segítségével 2-3 hónap alatt ezt elsajátítják. Azt láttuk egyébként, hogy nagyon nagy a szórás korosztály tekintetében. Vannak egész picik, meg vannak már nagyobbak is. Mikor érdemes elkezdeni? Mert talán kicsikorban még lejjebb van a súlypont, nem félnek úgy az eséstől. Lehet, hogy jó, hogyha elkezdik egész kicsikorban? Ugyanúgy, mint minden más sportnál. Minél hamarabb kezdik a gyerekek, annál nagyobb biztonságot fognak szerezni a sportban. Nyugodtan 3-3,5 éves kortól már el lehet kezdeni a jéghez való szoktatást. Ugye ez azt jelenti, hogy annyit legyen fent a gyermek a jégen, amennyit neki jól esik, és amikor ő már jelzi azt, hogy elég volt, akkor le is hozzuk őket a jégről, elmennek a szülőkkel, esznek valamit, isznak valamit, egy picit megpihennek, ha kedve van, visszajön. Tehát itt az egésznek a lényege kis gyermekkorban az, hogy a jéghez szoktassuk őket, annyit, amennyi nekik jól esik. Uh-huh. Azt látom, hogy a szülők nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy túlöltöztetik egy kicsit a gyereket. Rámegy a jégre, azt mondja, hogy meg fogsz fázni, kisfiam, mert nagyon hideg van, stb. Igen. De ha mozog az ember, akkor viszont ez nem olyan jó. Itt is vannak tanácsok, hogy öltözzön fel az ember mondjuk a korcsolyázáshoz? Igen, igen, volt nekünk egy olyan kezdeményezésünk a szülők felé, iskolák felé, hogy ajánlatot tettünk arra, hogy milyen felszereléseket szeretnénk kérni. Egy korcsolya, akár egy iskolai korcsolyázáshoz, akár pedig egy korcsolya oktatáshoz. Mindenképpen szükséges védőfelszerelés a korcsolya oktatásnál egy sisak. Ha esik a gyerek, akkor nem a fejét üti, hanem a sisakot üti a jégre, és egy olyan kesztyű, olyan ruházat, ami nem ázik át, hiszen ők még elég sokat vannak a jégen, tehát kelnek, fekszenek, tehát mindenképpen olyan ruházat, ami könnyű ruházat, és nem ázik át. Mozognak a gyerekek egy órán keresztül a jégen, megfázni nem tudnak, csak kimelegedni tudnak. Ugye figyelnek mindenre, ami körülöttük történik, ettől is egy kicsit kimelegszik a gyerek, tehát teljesen felesleges túlöltöztetni. Mi azt szoktuk javasolni, hogy egy kis egyszerű kis sianorák, esetleg alá egy póló, egy kis aláöltöző, semmi más. Uh-huh. És hát gondolom a fegyelem az fontos, hiszen persze gyerekekről van szó, de hát ezért ez egy veszélyes dolog valamilyen szinten. Hát a veszélyességét én megkérdőjelezném, semmivel szerintem nem veszélyesebb, mint bármilyen más sport. Egy kézilabdáról, egy kosárlabdáról, bármilyen más sportról beszélünk, minden sportnak megvan a maga veszélyforrása és sérülési lehetőségei. Ugyanez van nálunk is, tehát ha a gyerekek odafigyelnek arra, amit az oktató mond, akkor nagyon kicsi a sérülés valószínűsége. De fontos az, hogy figyeljenek. Így van, de figyelnek is, figyelnek. Szeretik az oktatóikat a gyerekek, jó oktatóink vannak, nagyon értenek a gyerekek nyelvén, a gyerekek szívesen vannak velük és figyelnek is rájuk.
Mi van abban az esetben, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretne ezen túllépni, most már profin korcsolyázik 2-3 hónap után, és ő szeretne jégkorongos lenni. Erre is van lehetőség? Nem feltétlenül fontos a 2-3 hónapot sem megvárni, hiszen jönnek olyan gyerekek korcsolya oktatásra, akik már évek óta járnak oktatásra, és egyszer csak eldönti a gyerek, hogy ő szeretne egy kicsivel tovább lépni, akkor van lehetőség arra, hogy jégkorong játékosnak leigazoljuk a gyerekeket, teljes védőfelszerelést biztosítunk a gyerekeknek, hiszen csak védőfelszerelésbe lehet a jégre menni edzési időpontokban. Kapnak teljes védőfelszerelést, és akkor onnantól kezdve ők már jégkorong játékosok lesznek, nagyon büszkék magukra. Hát meg büszkék a szülők. Én azt láttam, hogy nagyon fanatikus szülők vannak, akik ott állnak az edzéseken is. Mérkőzéseket rendeztek itt a pályán, vagy terve van véve? Lesznek hazai mérkőzéseink, majd a 2019-es évben kezdjük. Február 10-e körül lesz az első hazai meccsünk. Nyilván itt ugye még kisgyerekekről van szó, 8-10-12-14 évesekről, de nagyon lelkesek tudnak lenni a pályán a gyerekek, úgyhogy az is egy külön élmény mindenkinek. Hát nagyon várják egyébként szerintem a nézők is, szurkolók is, tehát biztos lesznek olyanok, akik még életükben nem voltak jégkorong meccsen, és most lesznek először. Abszolút alkalmas a pálya mondjuk egy ilyen komolyabb mérkőzés megrendezésére? Alkalmas a pálya rá, az elmúlt szezonban hitelesítettük is a pályát, tehát ez azt jelenti, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt mérkőzésekre a pálya teljes mértékig alkalmas, hiteles. Nagyon várjuk már ezeket a mérkőzéseket, tehát akkor ez majd február környékén. Igen, februárban fogjuk kezdeni, nyilván egy kicsit fogjuk majd hirdetni, mert várjuk a szurkolókat a nyíregyházi játékosokhoz. Éva, köszönjük szépen, hogy itt voltál, hát jó munkát nektek a folytatásban. Köszönjük szépen. Most kezdődik a nagy üzem.